Csak baj van a postásokkal, úgy látszik. Nem tudom, hogy melyik a jobb előre kérni a ebéd előttre a prezentációt, vagy ebéd után prezentálni. Jelzi, hogy én is mennyire ilyes vagyok, Én nem találtam Donald Rampot a képen, úgyhogy én csak csirkehúst láttam. De szeretném felpörgetni, és tényleg elnézést kérek itt a variálásért, de azért nem olyan egyszerű a szituáció. Egy gyors kutatás Ki az, aki látta a Sötét Zsarú 2 című filmet? Tegye fel a kezét. És abban van egy jelenet, amikor Will Smith K. Ugye beviszi a helyi posta hivatalba, és realizálja, hogy a űrlények milyen jól kezelik ugye a leveleket, és kinyitja azt a kis fakkot, aztán a, a, több csápú ember ugye szortíroz a leveleket. Na, a magyar postán nem ez a jövő, hogy földön töltjük fel a posta úgyhogy megmutatom, hogy mi az, ami, ami igazából eh, eh, dióhéjban, és ennek az egésznek az eszenciája, eh, miben teljesül ki. Szerintem nem kell bemutatni a vállalatot, Nagyobb munkáltató vagyunk, van egy nagyon komoly szemléletváltás most a Postánál, amiről nem szeretnék beszélni, mert bőven elég hozzá bizonyos sajtóorganomokat elolvasni, hogy, hogy mi az, ami most zajlik nálunk, de azért közel 20 ezer alkalmazottal szolgáljuk ki a magyar lakosságot, pénzügyi szolgáltatás, csomaglogisztika és ugye az egyetemes szolgáltatások. Viszont amit felismertünk, és Katrányan Ranti kollégám ugye a reggeli kerekasztal beszélgetésemmel elmondott, ideje volt modernizálni a csomaglogisztikát, ugye mi nemzetközi vállalatokkal versenyzők, akik nagy nemzetközi hálózat van, tőkerősek, ugye GLS, DPD, persze van, nem kell őket ugye bemutatni, főleg közeleg a Black friday t szerintem mindenki fog ezzel találkozni. Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas a mostani szakasz. De mi az, amit mi megláttunk lehetőségként? Ugye az egyik a robotikának, ugye a kiszolgáló rendszereknek az integrálása. Mi is elkezdtünk a mesterséges intelligencia irányába elindulni. Néha, amikor ezekről szoktam beszélni konferencián, mindenkinek felszalad a szemüldök, vagy Magyar Postánál ilyenről beszélünk. Amúgy lehet, tehát van egy nagyon komoly adatlabor csapatunk, aki, aki nagyon komoly AI tudással rendelkezik, és, és ezeket próbálja előrevinni. Furra a helyzet, mert én nem a Post IT-tól vagyok, tehát hogyha valaki a posta it várt kollégát, el kell, hogy én üzleti oldalról vagyok, ez egy fura szituáció, de néha azt szoktam látni, amikor jönnek hozzám IT-s sokkal van szeretnek az üzlettel beszélgetni, mint, mint, mint az IT-val, mert igazából az igények azok tőlünk jönnek. Ugye itt az ember és a robotnak az együttműködése, itt a dolgozóknak és az egész automatizációnak és a raktározási tevékenységnek a, 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 a megtámogatása. Ugye automatizáció, ez az, ami főleg ugye a kerekasztal beszélgetés elhangzott, is egy olyan adatfeldolgozó csomag pája, pálya, ami igazából ömlesztve ezt a rengeteg csomagot el tudja látni. Hálásnak most már fontos hogy jönnek hozzánk be a nagy kiekánt ügyfelek. Pont most voltam itt reggel a Fóti Depunkba, egyre több Bautius zacskóba esek el, és, és próbáljuk ezt, ezt le, lekezelni. A társaság menedzsmentje ugye ezt az MPL Plus nevezetű programot tűzte ki célul, ez részben infrastruktúra projekt, részben pedig digitalizáció és automatizáció, és igazából ennek a mélyébe fogok belemenni, hogy mi az, ami, ami, ami ide köthető. Azt el lehet mondani, hogy nekünk van a legmodernebb és legkiterjedtebb depóhálózatunk Magyarországon. Mindenhol jelen vagyunk, tehát az összes vármegye székhelyen rejelen van a Magyar Posta de nyilván azért van egy, egy eléggé kiterjedt logisztikai hálózat, amivel ugye ki kell szolgálni mind a postákat, postapartereket, illetve ugye a csomaglogisztikai szolgáltatást. Nem csak új depókat hoztunk létre, hanem szállítópályákat is telepítettünk az adott depóépületbe. Ez az automatizáció, ugye, ami célunk volt, az a hatékonyság növelés, a logisztikai Munkaerő eléggé keresett, és nincs. Tehát ezt, ez egy ilyen nagyon, nagyon egy, egy együttható, eléggé szenvedünk ezzel a problémával, főleg most itt a karácsonyhoz közeledve, hogy, hogy nincsen, nincsen munkaerő. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagy, nagyon nagy probléma. Próbáljuk feltörteni mind a feldolgozókat, mind a futárokat, de de azért ez eléggé nagy kihívás a, a humán terület számára. Tehát országosan megcsináltuk az automatizációt, Hatékonyságnövelés teljesült, hál' Istennek ezáltal tudunk több csomagot kezelni. Nyilván mögött van egy nagyon komoly IT infrastruktúra, mivel aki rendelt már csomagot, és gondolom mindenki rendelt. Nekem a feleségem szokott a legizgatott, hogy mikor jön már a csomag, ugye neki az a fontos, hogy lássa, hogy mikor kell otthon lenni, hogy jöjjön a futár. Szerintem ez egy nagyon, nagyon hatékony funkció. Ezáltal ugye ez a real-time adat visszaadás, ez egy, ez egy kiemelkedő szerep, és, és ezt nekünk az a szájtópályákról vissza kell adni, hiszen, hiszen prediktív szolgáltatás van, tudjuk, hogy mikor jövünk. Ha meg esetleg nem mondjuk otthon, akkor csak csomagautomatára ugye le tudjuk tenni a csomagot, vagy egyébként az egyik posta hivatalba, na az már nem UX, meg az, nem az ügyféleménynek a magas foka, be kell menni a postára, ezt tudjuk, ezen dolgozunk, de, de azért törekszünk arra, hogy, hogy azért sikeres kézbesítések meg legyenek. Na és akkor azért késtem, mert pont most volt reggel a sajtóesemény, úgyhogy hál' Istennek már erről beszélhetek. A Magyar Posta belépett a fulfillment piacra, tegye fel a kezét, aki tudja, mi az a fulfillment. Na, ez már kevesebb, mint a vízpiszes film. Nem baj, mert most van egy edukáció itt a, a, a piacon. Ugye ez a full-film, ez egy end-to-end -end értéklánc, ami ugye kiszervezett raktálogisztikától keresztül teljesen a csomagnak a kiszállításáig működik. És a magyar posta belépett erre a piacra Smart MPL néven, úgyhogy pont most volt reggel a sajtóeseményként a fóti logisztikai központunkba és itt már megjelentek robotok, 8 robottal láttuk el köze 2000 négyzetméteren a tevékenységet. Ezek a robotok egy elég egy integrált rendszer vannak, a következő szlájdokon majd fog látszódni, és ezek a, ezek a robotok szintén ugye élő munkaerőt tudtak kiváltani, ami, ami, számunkra egy nagyon pozitív dolog, mert lehet látni, hogy a posta fejlődik és gondolkodik ezekben, a, ezekben az irányokban. Úgyhogy van egy integrált ökoszisztéma, úgynevezett ilyen egységes digitális platformot hoztunk létre, ahol fölmentünk a felhőbe, tehát cloud technológiát használtunk, ez szintén egy újdonság itt a postán, hogy elkezd ugye a felhő irányába, nem tudom, akik tapasztalta meg már régebb óta vannak itt az IT piacon, mindenki megélt egy ilyen postás cloudos sztorit. Én nem régóta vagyok ott, de azért vannak történetek ezzel kapcsolatban, de hál' Istennek most van nyitottság a cloud irányába. Ugye warehouse menedzsment ügyfélportál, ezeknek az integrációja, és akkor igazából, ami integrálta, meghagyja a robotokat, az kitejesedik ezekbe a, ezekbe a csúcsminőségű, ilyen emeletes, nyolcállásos robotokba. Illetve van egy pda támogatás, Korábban is volt ilyen szolgáltatásunk, de nem volt ez a klasszikus fulfillment, viszont most jelen terjedelemben ugrottunk egy nagyon nagyot, úgyhogy esetleg, hogyha este valaki néz tévét, vannak olyan adók, ahol ezek majd le fognak menni, de nyilván a sajtóba is meg fog jelenni ez, a, ez az új mérföldkő. Egy új raktárépületbe költöztünk, amúgy egyébként ez a fóti logisztikai központunk. Itt látok az ügyfélportáról screenshotokat. Egy nagyon szexi dizájnnal van ellátva, tehát abszolút 21. század igazodik az ügyfeleknek az igényeihez. Nagyon komoly ui kutatások voltak mögötte, és akkor ott látjátok a robotokat. Körülbelül 10 hónap alatt sikerült ezt elérni, és képzétek el, hogy már ázadtak a robotok, úgyhogy nagyon fontos, hogy oda kell figyelni. Hívtak, hogy Misi azonnal gyere, mert baj van. Hát én az Árpád hídnál dolgozok, aki tudja, hogy hol van a postaszékház, hogy azonnal kimentem, és, és valóban gondoltak egyet. Nyilván a hiba kiderült, manuális hiba okozta, de azért tudnak ők is újat mutatni. Ami ebből tanulság, és ami miatt felhoztam, hogy a korábbi tevékenységben a kollégák papírolapon Microsoft Access-be kezelték a, a, a raktárat. Most hirtelen találkoztak valami újjal, nagyon újjal, tehát lehet látni rajtuk, hogy még ők is csodálkoznak, mint a, mint a gyerek a, a, a játékboltba. És, és ennek van egy olyan edukációs folyamata is, szerintem talán ez a legfontosabb. És a konferencián sokszor hallottam ezt a humán faktort, hogy milyen change managementet viszünk abba, hogy egy ilyen újfajta, modern technológiát adunk oda a, a, a kollégáknak architektúra céljaink mi volt, ugye szerettünk volna egy egységes fulfillment rendszert, nagyon fontos, hogy Azure-ben van, tehát Microsoft technológiát használunk, egy ilyen kontinuációs alapinfrastruktúra, ugye ebbe a kimes környezetbe, és akkor ide jöttek be az egyes platformok, Oracle posta alapjában, Oracle adatbázison működik, és akkor ide jönnek az egyes postai rendszereknek az integrációi, SAP, ugye nálunk az a fő ERP rendszer, illetve maga a csomaglogisztikának az irányítási része. Kicsit részletesebben, nem fogok fölolvasni, csak az a részletes architektúrát, hogyha már IT konferenciáról van szó. Mi ketté választottunk, van egy sor réteg a két alkalmazás között. Van egy robotalkalmazás, ahol az egy kicsit bonyolultabb architektúrát képzéltek el. A robotoknak van egy production környezet, amit Kínából irányítanak, nagyon izgalmas nem csak az idő hanem a nyelvi dialektus is, de, de, megpróbálunk megküzdeni ezzel, a, ezzel, az akadályjal. Maga a Data Center, tehát az egész adatkiszolgálást működik az a robotoknak az oldalán van, és ez van bent a posta infrastruktúrán. Mi pedig egy olyan felhős infrastruktúrát alakítottunk ki szintén a saját részünkön, ahol, ahova meg ezt a warehouse management rendszert be tudtuk integrálni és akkor itt vannak az egyes postai rendszerekkel az integrációk. Ezt nagyon hamar meg, sikerült megrajzolnunk, és pont azért, mert olyan csapatot választottunk, akik a bal oldal eléggé képbe voltak, úgyhogy volt referencia. És akkor mi a jövő kép a postánál? Ha jól tudom, délőtt elhangzott egy olyan kérdés, hogy lesz-e drónszállítás? Nekem Anti ezt adta át kérdésként. Közeljövőben nem, Remélem hasonló volt a válaszunk, de ott mosolyog. De mi benne vagyunk a drónkoalícióban, és vannak ilyen kutatásaink, tehát nagyon fontos, hogy, hogy ezt ezt kutatjuk. Én a DPN-nél dolgoztam, ott voltam IT vezető sokáig. Franciaországban teszteltük ezt a drónszállítást és Párizs külnegyedében, ahol, ahol eléggé veszélyes környéknek lehet minősíteni, ott lelőtték a robotot, vagy a drónt, bocsánat, tehát leleményesek voltak a, a, a franciák, hasonlót tudnék elképzelni néhány magyarországi területen. Úgyhogy ezt még nem, nem, nem próbáljuk. Egyébként a rosszmannak volt már ilyen pilot projektje. Tehát összegezve a közeljövőben nem, de, de valóban, valóban célunk az, hogy, hogy egy ilyen újfajta innovatív megoldást találjunk ki. Az Amazon nem tudom, láthatok-e már ilyen kis mini robotokat, amik szaladgálnak az utcákon és viszik a, a, a csomagot. Szerintem a közeljövőben szintén nem lesz ilyen, de ezt is erre most van egy, egy, egy ilyen pilot törekvésünk, hogy megvizsgáljuk ennek a, 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 lehetőségét. Ugye ezek nem nagy robotok, tehát főleg, főleg, kisebb csomagokat tudnak szállítani. Én láttam rengeteg YouTube videót Amerikában is, rugdossák őket, nem úgy bánnak vele, tehát ő nem szól vissza, nem, tehát nincsen semmilyen érzelem benne. És akkor ugye hát nyilván itt a leveleknek a kérdés, ugye a levél az egy csökkenő pályán ugye most már egyre jobban térnyerésben van a digitalizáció, itt próbálunk azért valami olyan újítás vagy innovációt bevinni, ami a magyar állami cégből adódó kötelezettségünknek eleget tud tenni. És a jobb oldalra, a jobb oldali felső ikon, az pedig ugye az AI, mi is most szeretnénk majd chatbotot bevezetni, illetve a, nem tudom, hogy tudjátok-e, de szerintem a Magyar postul az egyik legnagyobb adatvagyon a Magyarországon, és szerintem nincsen jól felhasználva, úgyhogy itt az adatlaboros csapat folyamatosan dolgozik azon, hogy milyen, milyen szexi projekteket lehetne ebből kihozni, úgyhogy nálunk is nagyon jelen van az AI. Én nem akartam eladni semmit, viszont szívesen fogadom, hogyha valakinek bármilyen ötlete ezzel kapcsolatban felmerül, és kicsit kifutottam az időből, de 10 percre volt állítva, nekem meg 15 perc volt beírva, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és jó étvágyat kívánok!